Tehát, szeretném, ha mindenki odafigyelne most egy kicsit rám, jó? Most hétfő van, és mind dolgozni, én is dolgozok. De, majd mászkálok ide-oda, de csinálom ezeket az organigramokat. Itt már régen is kihasszoltam mindenki a szerepköröket, nem én vettem föl ezeket az emberkéket. Nem, önök. Én tisztem önöket, de, hát önök felvették, én tisztem önöket. Akkor alkalmazzuk tovább is. Nem, ők okosak. Az Anubisról így finoman, csak így finoman, én kis finom hölgy vagyok, de nála nagyon könnyű a szívébe férkőzni. Remélem nem vesztettem a bizalmát. Nála nagyon könnyű a szívébe férkőzni, a hazudj valamit és csináld is meg, jó? De így mindig finoman meg szokta kérdezni, hogy hogyan gondolta a fiatalember, vagy hogyan gondolta a kisasszonyka ezt, de én mindig el szoktam jelzni, és utána megcsinálom, így szokott nézni, hogy de csak úgy finoman mondom, hogy még egyszer se vette elő a fegyverét, jó? Tehát a megvalósítható projekteket úgy nyugodtan tűri, vele vigyáznunk kell, nem amiatt, nekem nem, én nyugodtan fekszem, jó? Én el szoktam mutatni, mit csak, és utána posztolom videókkal. Tehát olyanokat hazudgáljanak, hogyha énekesnők akarnak lenni, akkor többször énekeljenek például YouTube-on, jó? Felhívná az önök figyelmét egy bizonyos problémára, amit az Anubis magyarázott el nekem egy koncert alatt, de onda szoktam figyelni, hogy néhány kisasszonyka éretlen a szexe, mert ő foszírozgatta mások által, mindenki kérdezgette, a kis kérdezgette, de az Anubis foszírozgatta, hogy én miért nem datingeltem fiúkat. Én meg nem mertem neki megmondani, hogy én egy ilyen zaklatott párkapcsolatban élek a senkivel. Aki sose láttam, és nem is érdekel. Emiatt itt rejtőzködöm, mert én nem akartam neki mondani, hogy itt az van Anubis, csak én akkor ilyen voltam, hogy ilyen szép hajom van, igen, hogy itt az van Anubis, hogy itt a fiúk, miután rávannak a csajra, odaadják másnak. Én meg nekem ez nem tetszett, és a piarista a tulajdon viszonyt ajánlották föl. És én csak akartam mondani az Anubisnak, hogy mi már meg is öltük azt a testet, jó? Tehát az 42 évesen, hogy meghalt. És 38 évesen mindig. Egy 18 éves test. Mert én nem tudom mondani a férjemet egy másik hölgynek, jó? Vagy ha elmegy magától, akkor nem tud visszajönni. Én meg nem megyek el a férjemtől. Tehát a tulajdon viszonyról csak annyit, hogy veszekedés esetén egy másodperc, a megoldjuk, vagy megoldjuk van, de olyan elő szokott fordulni, hogy tányérokat törünk, de az nem kell babolásnak lenni, jó? Tehát inkább a tányért töröm, mint a férjemet, jó? És akkor lenne egy ilyen férjem, aki nyugodtan az ánitkára rájött a hoppáré, és majdnem is tányért, jó, újra, jó? De, tehát én nem megyek ki a házból, és nem csapkodom az ajtókat, jó? Nem hagyom ott a férjemet, meg kell, hogy oldjuk. Egy, hogy összetörik a tányér, de akkor utána összesöpröm, kibaszom a kukába, jó? És akkor másnap megyünk tányérokat venni, jó? Mert én nem szeretném ezt, hogy jobbra-balra passzolgassanak. Meg ha a férjem ide-oda passzolgatódik, de azt el nem tudom képzelni, akkor utána maradjon is már ott, jó?